Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Kérjük, hogy a gyülekezet tagjai a vastagon szeret verseket mondják közösen. Magasztalak téged, Istenem, királyom, áldott neveled mindörökké. Minden áldott mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfogta. Mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztalom minden teremtményéhez, és minden áldott örökké való ország, uralkodásról nemzedékről nemzedékre tart. Hálogat az Úr minden esetre, és örökség minden örökhez. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Teljesíti az Istenfélő kívánságát, meghallja kiáltásukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mindenhoz hívja. Az Úr dicséretét hirdeti majd. Áldja őt, hogy minden ember az Úr szeretnék. Áldja. Most énekeljük a ének számok között kirakott következő ének. 211-es számú ének A-változata, korábbi énekesként 330. dicsérete. Az első, a 7. és a 8. verset énekeljük, és azt kérjük, hogy a 8. vers alatt a gyermekek, akár a szüleinkkel is együtt, akik a bevonulásban szívesen részt vesznek, menjenek az előtérbe, hogy utána az ének után majd olvassuk a világvasárnapi történetet, és közben betűnjük őt. Tehát az ének harmadik verszakában, vagy ének, ami 8-as számú verszakon alatt kérjük a gyerekeket, gondoljanak ki az előtérbe. Ha pedig valaki megkérdezi tőled, miért fogyjátok el,
Mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így veled. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve felhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, amelyben békesség és dicsőség a magasságban. Hozsánna. Hát, tiszteletedben, ruhát levetve,
sok sereggel dicsérettel mennek ünnepelve. Kegyes Jézus engem, hogy én is elmenjek, híveiddel, hozzá hittel, és hozsánát zengem. Ünnevetésével hódolatot teszem, pálma állam kiváltságot, fogad szentettéssel. Hozsánákat zengve, Szent Jeruzsálemnek, nagy szerelmet, győzedelmet, engem is vigyel fel. Dicsőség királya, én örökké áldva, örökké és mindörökké üt néked hozsánna. Szeretnénk fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét, amely szólott hozzám és hiszem a rajtam keresztül, mindjártunk szólni kíván Lukács evangélium a 19. fejezetének a 33. versét olvasom. Miközben eloldották a szamácsukot, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamácsukot? Ők pedig így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Amen. Hát tudom, hogy azok, akik a biciklivel jöttek esetleg a templomba, mit szólnának, hogy amikor mennek ki, éppen valaki már levette a zárt a bicikliről, és tolja el a templom mellől, és amikor megkérdezi tőle, hogy hát hova viszed a biciklimet? Elmondja, hogy hát valakinek éppen kell, mert nem tud elmenni ide és oda, és hát így gondoltam, hogy most elviszem neki ezt a biciklit, hiszen itt volt. Gondoltam, hogy is odaadod. Azt gondolom, hogy nem örülnék. Elég provokatív az, amit a világ vasárnap tesznek ezek a tanítványok. Elkötnek egy szamarat. A szó legszorosabb értelmében. És amikor valaki megkérdezi, hát hol viszitek ezt az állatot, akkor azt mondják, az Úrnak van szüksége rá. De ami még megtörténtőbb, hogy erre az egy mondatra eleget van szabad. Egy másik evangélium főjegyző, hogy ha már nem lesz szüksége, visszahozzuk. És oda bizalom.
Van-e mögött a mondat mögött, hogy az Úrnak van szüksége rám? Próbál ki valakinek, közd el az autóját, és mondd ezt neki, hogy az Úrnak van szüksége rám. Nem fog örülni neki. Provokatív cselekedet. Vidd el, old el, vegy magadhoz. És mondjál ennyit kell az Úrnak. Ha megtörténik ez, mi lenne a válaszod? Ha elkérnék, kedves gyerekek, valamelyik kedves játékotokat, és azt mondanák, hogy az Isten azt szeretné, hogy egy másik gyerek használhatná ezt a játékot, vagy ha elkérnének tőled valamit, kedves felnőtt testvére, ami számodra kedves, mi lenne a válaszod? Beleegyeznél rögtön, és azt mondod, hogy ha az Úrnak kell, akkor máshoz mehet? Vagy felháborodnál, és azt mondnád, hogy hát jól behúzok neki egyet, hogyha ezt így gondolja. Esetleg csodálkoznál és képlenkednél, hát biztos elment az esze annak így. De ez a dolog a világvasárnapi történetben lehetségessé vált. Elment két ember néhány kilométer előre a faluban. Jézus mondta, hogy hol találják, szabadon megtalálták, elkötötték, megkérdezték, hova viszitek, és azt mondták, az Úrnak van szüksége. És elengedett. Ha ma valaki azt mondaná, hogy valamire szüksége van az Úrnak, mit mondaná? A bevonulás történet nagy hét bevezető eseménye. De kellett szamár, hogy beteljesedjék a profécia. Így üzente meg Isten több száz évvel korábban a proféta által, és Jézus ezt ki akarja ábrázolni, de nincs szamara. Neki még egy szamara sincs, nem hogy lenne lova, vagy hintója, vagy manapság limuzinja. Neki az sincs, kell egy szamár, de tudja, hogy valaki segít. És az akció működik, és a bevonulás emlékezetessé válik, ahogyan évről évre számomra emlékezetes, ahogyan a gyermekek jönnek lelkesen virággal és pálmaárokkal, és énekelik az éneket, vagy éppen mondják, hogy hozsánna. Beteljesedik a profécia, örve egy nagyon sírós leánya, újjong Jeruzsálem leánya, király érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamárcsinó. De ebben a történetben kettő fontos dolgot most hadd emeljem ki. Az egyik a két tanítvány engedelmessége. Én nem lettem volna helyükben. Hiszen valami olyat kér Jézus, ami akkor sem volt gyakorlat, hogy csak úgy elviszik a másikit. De az engedelmesség ott van a szívben. Ha az Isten kéri, megteszem. Talán félted egy kicsit, hogy majd jól ellátják a bajokat. De ha Jézus mondja, akkor én engedelmes vagyok. És a másik pedig az alázat annak az embernek a részéről, akinek az állatát elviszik. Szinte parancs szó, vagy lehet egy titkos jelszó ez, az Úrnak van szüksége rá. De micsoda alázat, hogy ez az ember névtelenül maradt fent a Bibliában, és nem tudunk róla semmit, csak azt, hogy az az ember, akinek a szamarán vonult be Jézus Jeruzsálembe. Nem a dicsőség számított neki, nem kérte, hogy írjuk le a rendszámtáblára a nevemet legalább, hogy mindenki tudja, hogy ez az én szamara, hanem engedte, hogy az Úrnak van szüksége rá, vigyen. Annak örült, hogy lehetősége volt mindezt megtenni. Ahogyan korábban a egyházunkban szolgálatot vállalói asszonyoknak, a diakonisszáknak volt ez a jelmondata, jutalma, hogy tehet. És ezen a virág vasárnapon, kedves testvérem, Isten most úgy fordul hozzánk, hogy valamit el akar kérni tőlünk. És amikor megkérdezed, hogy Uram, ez most miért kell neked, akkor csak ennyit mond, hogy nekem van szükségem rá, hogy az Úrnak van szükségem. És ennek a gondolatnak az első üzenete az, hogy milyen gazdag vagy. Hogy van valamit, amivel az Urat segítheted. Hogy van valamit, amivel Jézus Krisztus segítheted. Hogy van valami a tulajdonodban, amivel a dicsőséges király szolgálatára lehetsz.
amire igényt tart, és ismeretlen tanítványként te is bevonulhatsz az ő történetébe. Lehet, hogy időt kér tőled, amit vele töltesz, vagy amit másokra áldozol az ő nevében. Lehet, hogy az erős kezedre van szükség, mert támogatnod kell elesetteket. Lehet, hogy a fiatalos lendületedre van szükség, hogy egy kicsi életet lehelj megfásult emberek életében. Vagy az élet bölcsességedet kell odaadnod, hogy ne váljék a fiatalos lendület általmassága. Vagy arra a pénzre, amit te is úgy kaptál, hiszen azért tudtál megdolgozni érte, mert életed van. Mert vannak tehetséges gondolataid, mert van munkahelyed, ahol dolgozhatsz. Vagy egy mosolyt kér. Hogy mosolyog rá arra, aki megszólalt. Hogy mosolyog, nézd rá arra, akinek üres az élete. Vagy megérti, meghallgatást vár tőled. Hogy odaülj mellé, és csak ülj, és figyelj, és hallgass. Gyermekként lehet azt kérni tőled, kedves fiatal testvérem, hogy olvasd el a szülőt egy mosolyjal, egy gondolattal. Ajánlj föl valami önkéntes segítséget. Vagy lehet, hogy arra a csendes engedelmességre vár, amivel a szüleid életét támogathatod. Mindezek milyen kis csekély dolgok, ne? Milyen egyszerű dolgok. Igen. Ezek nem nagy világot rengető dolgok, de Jézus Krisztusnak ma ezekre volna szüksége. Te oda tudnál adni, amit kell. De hadd lépjünk még egyen tovább. Még egyen mélyebbre. Jézus Krisztus nem csupán ezeket a dolgokat kéri az életedből, hanem ő azt mondja, hogy szeretne a te segítségeddel bevonulni valaki másnak az életét. Szeretnék, ha a te életeden keresztül jutnál valakihez úgy, mint az első bevonuláskor egy szamár háton jutott el egészen Jeruzsálembe. És ezért van szüksége rád. Nem a szamaradra, nem a házi állatokra, nem valamitre, nem a fiatalos lendületedre, élettapasztalatodra, hanem sokkal többre ennél. Te magadra van szükség. És lehet, hogy most felháborodsz. Mit zaklat itt minket már megint ezzel Jézus? Hogy jön ahhoz hozzá, hogy ennyire bele akarjon szólni az én életembe, majd én eldöntöm, hogy mit teszem. Majd én eldöntöm magamtól, hogy kihez megyek hozzá, kihez megyek oda, kinek segítek. Majd, ha én úgy gondolom, elmegyek magamtól, nehogy már el akarjon vinni engem is, mint azt a szamát. Vagy lehet, hogy kételkedve csodálkozom. Komolyan gondolt ezt Jézus? Pont rám volna szükség. Pont rám ilyen fiatalon, minden tapasztalat nélkül. Pont rám ilyen öregen megfáradva, már semmit csinálni nem tudom. Pont rám ilyen betegen. Pont rám ilyen vigasztalhatatlan helyzetben. Pont rám ilyen elfoglaltan. Pont rám, aki éppen a hitében meggyengült és kételkedik. Pont rám van a szükségé. Pont rám, aki nem is törődöm bele. Döbbenet is. Pont rám. És mire ezt még gondolod lehet, hogy már ott vagy a harmadik lehetőségnél. De lehet, hogy már rögtön az elején ennél voltál. Beleegyezel. Az más, ha ő kér. Ha neki van szüksége rám, akkor megyek. És elindulsz hátadon, életeden magadra öltve Krisztus szeretetét, megbocsátását és örömét, vidámságát és méltóságát, kiegyensúlyozottságát és boldogságát. Elindulsz, hogy bevonuljon rajtad Jézus Jeruzsálembe egy másik ember életét. Az első világvasár nem történt nagy változás, és ez nem történt gyorsan. Nem történt villámforradalom, és nem történt hatalomátvétel. Elindult valami, ami még inkább nagypéntek és húsvét után csendesen megállíthatatlanul.
változást hozott. Aki felismerte küldetését, aki felismerte, hogy az Úrnak van szüksége rá, ilyen csöndben indul el Jeruzsálem felé, ilyen csöndben indul el egy másik ember élete felé, ahol megjelenik, ahol jelenlétével áldássá lesz, ahol egy másik embert Krisztushoz vezet. Jézus Krisztus azt szeretné, ha ma mindannyian ilyen alázatos, engedelmes követői lennénk, mert az Úrnak szüksége van rád. Mert az Úrnak szüksége van rád. Ezért énekeljük a következő énekben majd egész életben. Jézus legújuló kezdődik. Úrunk Isten, meglepő az, hogy
neked mennyire fontosak vagyunk. Meglepő az, hogy mennyire komoly az a szándékot, hogy minket használja a szolgálatokat, használja az evangélium hirdetésében, használja azáltal, hogy mások a mi életünket látva, a mi életünk tapasztalataiból tanulva, jussanak el hozzá. Urunk Istenünk, ez hatalmas bizalom a részünk. Köszönjük, hogy méltónak tanálsz erre, és köszönjük, hogy ez a küldetés. Hát, hogy megtaláljuk azt a másik embert, akihez rajtunk keresztül akarsz, általunk akarsz bevonulni, akinek az életében úgy akarsz uralkodni, hogy mi vagyunk azok, akik téged bevezetnek, téged megkísérnek az ő életünk. Adjadunk, hogy megtalálhassuk ezeket az embereket. Adjadunk, hogy elvihessük hozzájuk a mi életünket, felmutatva a te evangéliumodat, és így tudjuk őket hozzánk vezetni. De úgy látjuk azt is, hogy milyen sokszor úgy gondoljuk, hogy nekünk nincsen ilyen kötelesség. Hogy majd te megoldod valamit, majd te küldesz másokat. Ó, Istenünk! Micsoda baj az, hogy igen, az az ember, akit rájuk bíztál volna, nem hall magad és nem tudja meg, hogy örök élete van nálad a Krisztus Jézusban. Agyatulom, hogy legyen bátorságunk mindazt odaszállni, mindazt odaadni, amit te kérsz, mindazt odaadni, amivel segíthetünk a te életet. Mindazt odaszállni, amivel előre mozdíthatjuk a te országodat, a megjelenésünknek a környéket. És adjunk, hogy így lekinyíljuk az időt, a fáradtságot, a pénzt, az áldozatot. Így maradhassunk névtelen gazdák, akik örülnek, hogy tehették, akinek az a jutalom, hogy tehették, hogy segíteni a többet. Így imádkozunk most Istenünk mindazokért, akiket ránk hoztál. Előbe hozzuk azokat, akik betegségekkel szenvednek, és ezért nem lehetnek ott. Előbe hozzuk azokat, akik testi lelki nyavajától nehezen ég a mindennapokat, de gyógyító kegyelmet adjunk rá. Előbe hozzuk azokat, akik ma megszabadult szívvel és élettel vannak, akiknek most gyászban van a szív, akiknek nehéz átélni az elvárás nehézségét, nehéz elengedni azt, hogy a földi életben olyan fontos volt a számára. Urunk Istenünk, a Te vigasztalod szentelnek, erősítse őket a gyászban. Szent életünkbe adjunk reménységet a feltámadás és az ötökéletünkbe. Előbb lehozunk Istenünk a gyermekeinket, akik ma eltörülnek és szolgálnak téged. Adjad az ő tisztaságuk, az ő gondoskodásra való igényük, vezessen minket egészen a te atyai gondoskodásunk. Hálát adunk szülőkért, és imádkozunk az ő türelmükért, erejükért és kitartásukért, hogy rájuk bízunk gyermekeinkre, félelemre, hozzávezethetünk nekünk rá. És imádkozunk ennek a gyülekezetnek a teljes közösségért, a ma együtt ünneplőkért, azokért, akik ma nem lennek. És adjatok, hogy a mi küldetésünknek és imádásunknak megfelelően lehessünk róla bizonyságtevő életet, és így tudjunk másokat is kérünk úgy most, hogy a csendes perc alatt hallgass meg hozzám, mit látszik.
három délünk, hogy megváltozunk már bennünket. Most együtt létünk végén, énekeljük a 348. dicséretet, mint az öt versét.
Ez a régi énekeskönyv 264-es számú éneke. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, az ötödik vers után fennállva kérjük Isten áldását. Fordítsa az Úr az ő orcáját tered, és adjon neked békét.